Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Cambium Force 300 CSM-nek a teljesítménytesztjét. Akkor nézzük, milyen a dobozban. A dobozban megtalálható a Cambium Force 300 CSM, aminek két darab RPS-e már csatlakozó a tetején, és egy darab gigabites RJ45-ös PoE sajzata van. A csomagban továbbá megtalálható egy 30 voltos félamperes kambiumos tápegység, egy tápkábel hozzá, illetve a rögzítéshez szükséges egyéb alkatrészek egy tömszelencével együtt. A tesztünket egy majdnem 12 kilométeres szakaszon fogjuk végrehajtani, ami erős zavartatású. Ezt a helyszínt a Datatrans Kft. Biztosította számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a helyszínre, illetve a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a tesztsorozatunk első ismertető részét. Akkor nézzük a Force 300 CSM-nek a teljesítménytesztjét 80 MHz-en labor körülmények között. A belső speedtest segítségével 325x349 megabit per szekundumot sikerült elérnünk, az X-FOM mérőműszerrel 68-as csomagméretnél 12,5x12,5 megabit per szekundumot, 512-es csomagméretnél 137x121 megabit per szekundumot, és 1500-as csomagméretnél 387x395 megabit per szekundumot. A MikroTik speedtesttel 4,5 millisekundumos pingidőt mértünk, a TCP downloadunk 355, míg az uploadunk 357 megabit per szekundum volt, az UDP downloadunk 373, míg az uploadunk 383 megabit per szekundum lett. Akkor nézzük, hogyan viselkedik az eszköz valós körülmények között. A Cambium Force 300 CSM-mel aszimmetrikus jelszintet mértünk, egyik oldalon -38, másik oldalon -46-ot mutatott a berendezés. Akkor nézzük a mérési eredményeket 40 MHz-en. A belső speed test 96x92 megabit per szekundumot mutatott, az X-FOM műszer segítségével 68-as csomag méretnél 12,5x12,5 megabit per szekundumot, 512-es csomag méretnél 73x66 megabit per szekundumot, míg 1500-as csomag méretnél 106x112 megabit per szekundumot mértünk. A MikroTik speedtest segítségével 7 millisekundumos pingidőt mértünk, a TCP downloadunk 117, míg az uploadunk 103 megabit per szekundum lett, az UDP downloadunk 139, míg az uploadunk 103 megabit per szekundum lett. Akkor nézzük a mérési eredményeket 80 MHz-en. A belső speedtest 224x245 megabit per szekundumot mutatott, az X-FOM-val 68-as csomag méretnél 2,5x12,5 megabit per szekundumot mértünk, 512-es csomag méretnél 58x100 megabit per szekundumot, 1500-as csomag méretnél pedig 58x231 megabit per szekundumot. A MikroTik speedtest segítségével 7 millisekundumos pingidőt mértünk, a TCP downloadunk 226, míg az uploadunk 243 megabit per szekundum lett, az UDP downloadunk 257, míg az uploadunk 266 megabit per szekundum lett. Ez volt a Cambium Force 300 CSM-nek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a szokásos kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!